Az árfolyamgát a deviza alapú hitelszerződéssel rendelkezőknek jelentett lehetőséget arra, hogy egy meghatározott időszakig rögzített fix árfolyamon törlesszék hitelüket, ez svájci frank esetében 180 forintos árfolyamot jelentett. Ennek előnye az volt, hogy a jövőbeni árfolyam emelkedések miatti magasabb törlesztő részleteket el tudták kerülni az ügyfelek. Az egész rendszerbe 2011 közepétől több ütemben lehetett belépni, minimum 3 évre, de maximum 60 hónapra. A legtöbb érintettnél jövő tavasszal lejár a 60. hónap. Ezt követően törlesztő részlet emelkedésre lehet számítani a jogszabály értelmében. Ennek hátterében pedig az áll, hogy bár ugye rögzített árfolyamon törleszthették a hitelüket, azonban a tényleges árfolyam és a rögzített árfolyam közötti különbözet nem veszett el, vagy nem tűnt el, hanem egy forintgyűjtő számlán gyűlt, tehát az árfolyamgátosok tudták, amikor beléptek a rendszerbe, hogy miután megszűnik ez a védett időszak, a 60. hónapot követően meg kell kezdeni visszafizetni ezt a különbözetet. Időközben azonban jött az elszámolás és a forintosítás, így a korábban tisztességtelenül elvont összegek miatt visszajáró pénzek a gyűjtőszámlákon halmozódó összegeket szinte eltüntették. Miután az elszámolással egyidejűleg megtörtént a fennálló devizatartozások forintra átváltása is, az egy magasabb árfolyamon következett be, mint a rögzített 180 forintos árfolyam. Itt is szembesülhettek volna az ügyfelek egy törlesztő részletemelkedéssel, mert az árfolyamgátosok, viszont a jogalkotó kifejezetten rögzítette, hogy a forintosítás miatt továbbra sem emelkedhetnek meg az árfolyamgátosoknak a törlesztési terhei a 60. hónap végig, tehát jövő év tavaszáig. Viszont miután ugye említettem, hogy magasabb volt az árfolyam, itt is keletkezett egy különbözet, amelyet szintén nyilván tartanak a pénzügyi intézmények, a bankok, és ezt ugyanúgy meg kell majd fizetni az ügyfeleknek, ami egy magasabb törlesztő részlet fog eredményezni 60. hónap után, rögzítve persze azt, hogy ez maximum 15%-os emelkedést jelenthet. Hogy ne legyen annyira megterhelő az emelkedés, a jegybank azt javasolja, aki teheti, még a 60. hónap lejárta előtt önként kezdeményezze a törlesztő részletek emelését, így a jövő évi növekedés kevésbé lesz megterhelő, és akár az esetleges futamidő hosszabbítást is elkerülhetik.